2012 óta változatlan díjakkal közlekedhetnek az autósok az ország fizetős útjain. Ezek köre tavaly decemberben az M85 Csorna elkerülővel és az M35 Debrecen utáni folytatásával bővült. Tavaly decemberben már beszerezhetőek voltak a 2018-as országos éves és megyei E-matricák. Ez idő alatt több mint 94 ezer úthasználati jogosultságot vásároltak az autósok, több mint 1,5 milliárd forint értékben. A matricák népszerűsége miatt 2018. januárjától számos új előírás lépett életbe, amelyek az autósok költségeit és adminisztrációs terheit csökkentik. Az egyik legfontosabb változás a türelmi időre vonatkozik. Január 1-től ennek az e-matricának a megvásárlása a pályára való felhajtástól számítottan 60 perc áll rendelkezésre. Kifejezetten azért választottuk ezt a verziót, hogy azok, akik véletlenül tévedésből hajtanak fel egy-egy útszakaszra, ne kerüljenek utána véletlenül pótdíjas esetbe. Fogyasztói visszajelzések alapján előfordul az, hogy vannak olyan autósok, akik véletlenül tévednek fel az autópályára, gyorsan lehajtanak róla, de közben ellenőrzés alá is kerülnek, és ezért találta ki a rendelet megalkotója, a jogszabályalkotó azt, hogy ezeket az autósokat meg tudjuk védeni ettől a hibától. Ezeket a matricákat változatlan áron lehet megvásárolni viszont eladónál, benzinkúton, SMS-ben vagy applikáción keresztül. 2018 a családok éve, ehhez a NUSZ is kapcsolódik, így a D2 jármű kategóriába tartozó személygépkocsikra igénybe vehető kedvezmények több száz családot érinthetnek. Azok a nagycsaládosok, amelyek olyan járművet vezetnek, ami 7 személy szállításánál több főt tudnak befogadni, és ezért kerülnek be a D2-es kategóriába. A mentesség lényege az, hogy a D2-es kategóriájú díj helyett D1-es kategóriájú díjat kell nekik csak megfizetniük. Két feltétel van mindenképpen, hogy ezt a kedvezményt igénybe lehessen venni. Az egyik, hogy mindenképpen évente január 31-ig meg kell újítani a regisztrációt az okmányirodánál, tehát a mentességi adatbázisba így be kell tudni kerülni a nagycsaládnak, illetve január 1-től nem 4, hanem 3 gyerek után lehet már igénybe venni ezt a kedvezményt. Újítást vezetnek be a motorosok számára is. Az ő kínálatukból eddig hiányzott a kedvezményes havi matrica a járművükre. Májustól azonban ez is elérhető mindössze 2500 forintért, ami hosszú távon sokkal kedvezőbb, mint az 1470 forintos heti jogosultság.